A 44. Zsoltár az értelmetlen szenvedésről szóló Zsoltár. Arról szól, hogy egy ember, kórá, fiai, egy csoport, az istentisztelet szerzői, zeneszerző Istenhez fordulnak egy versben, aminek a lényege, az üzenete, hogy Istenünk magyaráz meg a megmagyarázhatatlant. Miért van az értelmetlen szenvedés a Földön? Ez a Zsoltár az Új Szövetségben az apostolok Zsoltára volt. Ha belegondolunk, hogy a 12 tanítványból, akik később apostolokként kerülnek említésre, 11 halt mártírhalált, megértjük, hogy miért szerették annyira ezt a Zsoltárt. Mert a saját kételjeik és a saját Istenbe kapaszkodásuk volt benne. Istenünk, amire nincs magyarázat, arra mit tudsz mondani? Hallgassuk meg a Zsoltárt! Ó Istenünk, fülünkkel hallottuk, Atyáink beszélték el nekünk azt a dolgot, amelyet napjainkban, a hajdankor napjaiban cselekedtél. Nemzeteket űztél ki saját kezeddel, őket pedig helyükbe ültetted. Népeket törtél össze, őket pedig kiterjesztetted. Mert nem fegyverükkel szereztek földet, és nem az ő karjuk segített nekik, hanem a te jobbod, a te karod és a te arcod világossága, mert kedvelted őket. Te vagy a királyom, ó Istenem, rendelj segítséget Jákóbnak. Általad verjük le szorongatóinkat, nevedben tiporjuk le támadóinkat, mert nem az éjban bízom, és kardom sem véd meg engem, hanem te szabadítasz meg minket szorongatóinktól, és gyűlölőinket te szégyeníted meg. Isten dicsérjük minden nap, és mindörökké magasztaljuk nevedet. Mégis elvetettél, meggyaláztál minket, és nem vonulsz ki seregeinkkel. Megfutamítottál minket szorongatóink elől, és gyűlölőink kifosztottak bennünket. Odadobtál minket, mint vágójuhokat, és szétszúrtál minket a nemzetek között. Nagyon olcsón adtad el népedet, és nem tartottad magasra az árát. Mindez utolért minket. Mégsem felejtettünk el téged, és nem szektük meg szövetségedet. Nem pártolt el tőled a szívünk, lépteink sem tértek el ösvényedről. Noha kiűztél minket a sakálok helyére, és rángborítottad a halál árnyékát. Ha elfelejtettük volna Istenünk nevét, és idegen Istenhez emeltük volna föl kezünket, vajon nem vette volna észre ezt Isten? Mert ő jól ismeri a szív titkait. Bizony érte gyilkolnak minket minden nap. vágójuhoknak tekintenek minket. Kelj föl, miért alszol, uram? Kelj föl, ne minket örökre. Miért rejted el arcodat? Miért felejted el nyomorúságunkat és elnyomatásunkat? Bizony porba hanyatlik lelkünk, földhöz tapad a testünk. Kelj föl segítségünkre, Ments meg minket a te kegyelmedért! A Zsoltáros szenvedélyesen fogalmaz. Volt, hogy segítettél Istenem. Igen, apáink mesélték a régi szép idők, amikor a hajdankor napjaiban cselekedtél, és nemzeteket űztél ki, és helyükbe ültetted őket. És most is bízunk benned, te vagy királyom, ó Istenem, rendelj segítséget, folytatja az ötödik verstől egy személyes hangvételű imában a Zsoltár szerző hiszen nem az íjamban bízom, nem a kardon véd meg engem, te szabadítasz meg minket, dicsérjük és neved minden nap, de most hajdan segítettél Istenem. Igazak a történetek, de mondd meg most, mi a bajod velünk? Nincs igazság. Elvetettél minket, meggyaláztál, nem vonulsz ki velünk, megfutamítottál, dobtál, mint vágújókat, szétszórtál nemzetek között, olcsón eladtál minket, csúfságul vetettél. Sorolja, sorolja a Zsoltár író a csalódott Istenben bízó ember érzelmeit, gondolatait. Az ártatlanságát védi, mert nincs ok és nincs magyarázat arra, hogy az igazság Istene miért engedi kiszolgáltatott élethelyzetbe azt, aki bízik benne. Ezekért a sorokért volt olyan nagy becsben tartva az apostoli időkben ez a Zsoltár a 12 apostolból 11 mártír halált halt, és az az egy János apostol is éppen csak életben maradt. Az evangélium ügye mindig csak áldozatok árán haladhatott előre, hiszen az önzés, a félelem, a bűn világában, a szeretet, a hit és a reménység nem az az üzenet, amire az emberiség nagyobb része vágyik. Amikor ezzel szembesül a zsoltár író megrendítően sorolja a maga értetlen, magyarázatra váró kérdéseit. Mi nem felejtettünk el téged, mi nem szektük meg a szövetséget, de te miért alszol Uram? Szabad ilyet mondani Istennek. Nem csak hogy szabad, hanem néha szükséges, néha kell, nem azért, hogy felébredjen, hanem azért, mert nem az az Isten, aki azt várja, hogy engedelmesen, nyelvünket harapva visszatartsuk a kételjeinket, az értetlenségeinket, hanem hogy jöjjünk hozzá. Az apostolok ereje abban állt, hogy amikor Istenre bízták az életüket, és amikor emiatt nehézségek érték őket, akkor kimondták a gondolataikat, megosztották a szenvedéseiket, de ugyanakkor azt mondták, hogy Istenünk, a te bízzuk magunkat. Az első vértanú István szó szerint idézte Jézus Krisztusnak a kereszten elmondott gondolatát, hogy bocsáss meg nekik, és hogy a te kezedbe teszem az én életemet, az én lelkemet. Az ember számára az, hogy ebben a világban annyi megmagyarázhatatlanul igazságtalan és értelmetlen szenvedés van, a maga a legnagyobb szenvedés, a tudat, a gondolkodás szenvedése és fájdalma. Amikor az ember ezzel szembesül, az ártatlan szenvedéssel, akkor a Biblia még fokozza ezt tovább, és azt teszi hozzá, hogy az evangélium üzenete szerint a szenvedés nem csak ártatlanul, de teljesen igazságtalan is történik, amikor valaki azért szenved, mert jó. Nem egyszerűen igazságtalanul részesül bántásban, hanem ráadásul még jóval válaszol, és ezért még több szenvedésben részesül. Bizony érted, gyilkolnak minket minden nap, vágójóknak tekintenek minket. Ez az a mondat, amit Pálapostól majd a Róma beliekhez írott levélben, a 8. fejezet 36. versében idéz, amikor ecseteli kora a keresztény gyülekezeteinek, azon belül a rómaiaknak is, akik Nérótól a legtöbbet kellett, hogy szenvedjenek, azt, hogy ezen a világon a jó melletti kiállás szinte törvényszerűen magával hozza a bántást, a hátrányokat, a fájdalmat. A jó melletti kiálláson természetesen nem azt kell érteni csak, hogy az ember beszél, 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 hanem egy jó élet, egy igaz élet, egy szerető élet, egy önzetlenül és a szeretet Istenébe vetett hittel megélt élet az esetek nagyon nagy részében értetlenséget szül a körülöttünk lévő emberek fejében és gondolataiban. A mártíromság az Isten egyik olyan különleges ajándéka, amit azok az emberek tapasztaltak meg az apostoli időben, és akik azért élhették meg ezt a rettenetes dolgot emberileg nézve kívülálló szemével, mert az evangélium ereje és a szeretet legyőzhetetlensége így még nyilvánvalóbb volt. Hiszen amikor Pál apostol a börtönben a börtönőreit végasztalgatja és tanítgatja az Isten szeretetére, amikor a kegyetlen római császároknak való engedelmességre, az urban való engedelmességre, tehát amíg az Isten törvényével nem, törvényének nem mond ellent a császár kívánalma, addig adják meg a tiszteletet, imádkozzanak a legkegyetlenebb uralkodókért is inti a keresztényeket, amíg ezt tanította és ezt élte meg, addig az emberek és az első hívők is egy olyan kereszténységnek lehettek a szemtanú és a részesei, amelyik legyőzhetetlen volt. Nem rettent meg a fájdalomban, nem keseredett el az igazságtalanságban, mert tudta, hogy az értelmetlen szenvedés és a rossz, amire nincs magyarázat mögött, ott áll a győztes jó, a szeretet ereje, és az a reménység, hogy az Isten számon tartja a benne bízókat. Hiszen, ha nem ezt az életet választották volna az apostolok, az ellenkező egy, egy, a környezetük gondolkodásába, értékrendjébe bele simuló élet lehetett volna, földi karrierrel, de valódi végső, örökké való célok nélkül. Taps itt az emberek között, és értéktelenség az örök élet szempontjából ők azonban követték a Mestert Jézus Krisztust. És teljesedett életükben a Zsoltár, hogy bizony miatta a Krisztus evangéliumáért gyilkolnak minket minden nap, és vágójóknak tekintenek minket. A Zsoltár záró imádsága azonban bizonyára minden igazságtalanságban élő ember imádsága lehet. Kelj fel, miért alszol, Uram? Kelj föl, nevessel minket örökre! kelj föl segítségünkre, ments meg minket a te kegyelmedért. A Zsoltáros háromszor, ennek a szakasznak az első mondatában és a Zsoltár utolsó, 27. versében is így szólítja meg az Istent, Kely fel, kelj fel és gyere, szabadíts meg minket. Szinte erre rezonál, válaszol, a Biblia profetikus iratának az Ószövetségi Dániel könyve utolsó fejezetének a kezdete. Amikor Isten követe küldötte, Mikáél, a nagy fejedelem, a békesség fejedelme felkél. Mert olyan nyomorúság lesz, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni, olvassuk a feljegyzésben. És amikor Jézus Krisztus ugyanezt az igét idézi Máté Evangélium a 24. fejezetében, akkor a fejedelmet már az emberfia Jézus Krisztussal azonosítja, aki a történelem legtragikusabb és legreménytelenebb, értelmetlenebb pillanataiban felkél, és meglátják napkelettől napnyugatig és északtól délig visszatérni az ég felhőiben az Isten fia, emberfia Jézus Krisztust. Felkél Mikáél, Mihály, aki olyan, mint Isten, szól a név jelentése, és eljön, hogy igazságot szolgáltasson, hogy kiálljon azokért, akik őt szerették, kiálljon azokért, akik az emberek iránt szeretettel éltek, ha ez nekik nem érte meg, vagy ha ezért fájdalmat és szenvedést viseltek el, akkor is eljön, és a végső és teljes helyreállítást hozza el a világnak. Nem véletlen, hogy a már idézett római levélben, ahol Pálapostól a 44. zsoltár vágó juhoknak tekintenek minket, versére hivatkozik így folytatja az apostol. Mert meg van írva, ti érett, te érettet gyilkoltatunk minden napon, olyannak tekintenek, mint vágó jókat, de, olvassuk a 37. versben, mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon ami mi Urunk Jézus Krisztusban. Kelj föl segítségünkre, ments meg minket a te kegyelmedért. És ez a kegyelem, ez ugyanaz a szó, amit a mi károlyi fordításunkban így olvashatunk, a te szerelmed az Isten ragaszkodó hűsége, az Isten helyreállító jósága, a dicsőségben visszatérő Jézus Krisztus, aki egyszer majd igazságot szolgáltat, és azoknak, akik bíznak benne, azoknak erőt ad addig is, napról napra mellettük van. A rendel segítséget Jákobnak, ahogy a Zsoltár 5. versében azt kérte a Zsoltáros. Jákob az üldözöttek, az, az, az üldözöttek példája a Bibliában, akiknek van örökségük, de nem kaphatják meg, mert menekülniük kell. Isten örökséget rendel, Isten szabadítást rendel, Isten mellettünk van, hogy elmondjuk neki azt, amit nem értünk, hogy kérjük a magyarázatot, de még inkább az erőt, életünk megoldatlan problémáira, az ártatlan szenvedésre, a jóért kapott rosszra hogy Istenben legyünk erősek, és megtapasztaljuk az apostol szavaival, hogy felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Isten adjon erőt a jó oldalon állni, kitartani a nehézségekben, és ő mellette a jó mellett, a szeretet mellett.